Köszönjük neked a találkozás lehetőségét. Összekulcsolt kezek, átszellemült arcok. Közös éneklésre és áhítatra gyűltek össze hétfő délelőtt a sóstói Szivárvány idősek otthon alakói. Az intézmény a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntartásában működik, amelyen másfél éve fut egy EFOP-os pályázati program. Ez egy olyan rendszer kialakítását szolgálja, amelynek keretében más segítő munkát végző szervezetekhez is kapcsolódnak. Ilyen együttműködése volt például az az adománygyűjtés is, melynek eredményeként a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársainak adtak át két élelmiszerrel megtöltött dobozt. Azt gondolom, hogy segíteni számos módon lehet. Ennek csak az egyik megnyilvánulási formája az, hogy ilyenkor adományokkal akár tárgyiasultan tudunk segíteni. Nagyon fontos az is, hogy az illető rászorult családok, akik kapják ezeket az adományokat, imádkozhassunk. Nagyon fontos az, hogy imádkozhassunk azokért a szervezetekért is, akik ezeket az adományokat célba juttatják. Étolaj, különböző konzervek és tészták. A tartós élelmiszerek hazai és kárpátaljai rászoruló családokhoz jutnak el a szeretett szolgálat közreműködésével. Utóbbi minden évben meghirdeti az akciót, a gyűjtőpontokon református gyülekezetek és különféle intézmények, így például iskolák, óvodák, idős otthonok közösségeire számítanak, hogy megteljenek a kihelyezett dobozok. Az ott lakók, ott élők töltik meg ezeket a dobozokat, nem csak tartós élelmiszerrel, hanem tisztálkodási szerekkel. És ahogy közeledünk a karácsonyhoz, ugye idén december 15-éig tart ez az adománygyűjtő akció, utána összegyűjtjük ezeket, és majd, még mielőtt a karácsony szent ünnepe elérkezne, meghirdetünk adományosztásokat az országban különböző pontokon, ahol a rászoruló családoknak ezeket mind kiosztjuk. Egy doboznyi szeretet áll a kartonokon, amelyeket évről évre újrahasznosítanak a nemes cél érdekében. A szeretett szolgálatnak emellett más programjai is vannak, tanszergyűjtéssel, gyerektáborokkal és ösztöndíj programmal is segítik a rászorulókat. A Nyilas Misi Pak nevű kezdeményezés keretében gyerekeknek lehet összeállítani csomagokat, idei új változatában pedig konkrét ajándékkéréseket is lehet teljesíteni. Gyerekek írták le azt, hogy mi az álmuk, hogy szeretnének egy focilabdát, egy cipőt, egy babát, amit a szülők egyébként nem tudnának nekik megvásárolni, és a honlapunkon keresztül lehet támogatni ezeket a kéréseket. Ki lehet választani, melyik gyermeknek melyik ajándékkal szeretnénk segíteni, és ezt megvásárolhatják az adományozók, amit mi eljutatunk aztán a családnak, és külön érdekessége a programnak, hogy nem a gyermeknek adjuk oda, hanem a szülőnek, hogy ő tudja a karácsonyfa alá tenni, és ezzel is a gyerek-szülő kapcsolatot erősítjük. Az idősek otthonának adventi koszorúján is meggyújtották az első gyertyát, az ünnepi készülődés idején pedig számos eseményt szerveznek, például iskolások, óvodások érkeznek és kedveskednek műsorokkal az itt élő időseknek. Számukra az intézmény is ad egy jelképes ajándékot, ahogy a városi önkormányzat ajándékát is megkapják.